A trópusi éjszaka után nyugodt reggelre ébredhettünk, a délután azonban már mozgalmasabb időjárás tartogat. Köszöntöm az M1 nézőit, Laza Bori vagyok. A részletek előtt azonban hoztam egy gyönyörű nézői fényképet. Dombrádi nézőnk Sebők Marcell küldte el, a Balatonhoz látogatott, itt is láthatjuk, hogy viszonylag sima a víz, tehát nyugodt volt az idő. Köszönjük szépen! További érdekes időjárással kapcsolatos képeiket várjuk Önöktől is a megszokott címre. Most nem lesz ilyen nyugodt a víz a késő délutáni esti órákban, hiszen egy hideg front érkezik hozzánk észak-nyugat-nyugat felől, és okoz többfelé záporokat, zivatarokat, éjszaka a Balatonnál is akár. Ez a hidegfront viszonylag hamar, gyorsan átvonul rajtunk, és nem okoz nagy változást, néhány fokot visszaesik majd a hőmérséklet a nyugati tájakon, de vasárnaptól ismét szinte mindenütt 30 fok feletti csúcsértékekre számíthatunk. Na de mi vár ránk a mai napon? Sok-sok napsütés, eleinte fátyolfelhők lesznek az égen, majd a Duna vonalától keletre gomoly felhők is emelkednek, és egyre magasabbra emelkednek, eleinte záporok, majd zivatarok is kipattannak, úgynevezett hőzivatarok. Ezek tipikusak hidegfront előtt a rendkívül meleg légtömegben. Ezek a zivatarok nagyon lassan mozognak, így kisebb körzetekben jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat, mindamellett, hogy akár jégeső is előfordulhat, 1-3 cm-nyi átmérőjű jégszemekkel. Az esti órákban pedig, ahogy megérkezik a hidegfront, itt az északnyugati tájakon is kipattannak újabb záporok és zivatarok. A hőmérséklet csúcsértéke még akár a 39 fokot is elérheti, de általában 33 és 39 fok között mérhetjük ezeket. Erős lesz a délnyugati szél, majd ahogy megérkezik a hidegfront, egészen északnyugaton északnyugatira vált, és megerősödik, néhol viharos erős széllökések is előfordulhatnak, csak úgy, mint zivatarok környezetében. Természetes vizeink hőmérséklete, folyóink hőmérséklete egészen frissítő, például a Rába 23 fokkal, a legmelegebb, a legkevésbé frissítő pedig a Tisza, Szegednél 27 fokos. Nagy tavaink hőmérséklete is hasonló, 27 fokos, a Balaton azonban egy kicsit hűvösebb, oda egy kicsit nehezebb lehet bemenni, nehezebben lehet bemenni a 37-38 fokos léghőmérséklet mellett. A folytatásban sem fogunk fázni, szombaton elsősorban a keleti tájakon számíthatunk elszórt záporokra, zivatarokra, nyugaton egy kicsit több lesz a napsütés, vasárnaptól pedig visszatér a szinte zavartalan napsütés ide a Kárpát-medencébe, és bizony a kánikula is országszerte, Kárpát-medence szerte, hiszen általában 31 és 36 fok között lesznek a csúcsértékek, és néhány napig még biztosan kitart a kánikula. Vajon miért vörös a Vörös-tenger? Aki járt már, arra lehetnek sejtései. A történészek szerint már az ókori görögök is Erőtra Talasszának, vagyis Vörös-tengernek hívták az Indiai óceán melléktengerét. Az antik ázsiai nyelvekben az égtájakat színnel jelölték, így a déli területeket a vörössel, valószínűleg a forró, sivatagos éghajlat miatt. A Vörös-tengert körülölelő hegyek, főleg a jordániai partok mentén egyébként az esti naplementében szinte lángba borulnak, már ami a színeket illeti. Azonban nem ilyen egyszerű a történet. A modern technika segítségével a tengerbiológusok egy itt élő kék moszatfajt vizsgáltak. Ez ne zavarjon meg minket, mármint a kék, ugyanis amikor ezek az algák időszakosan túlszaporodnak, a virágzásukat követő algapusztulás vörösre színezi a területet. Tehát rögtön háromféle magyarázatot is kaptunk arra, hogy miért lehet vörös a Vörös-tenger. Én most köszönöm figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!